Tisztelt képviselőtársaim! Hallottunk most egy expozét, ami majd később visszatérek rá egyébként, ami egy kicsit jobban idézte az 1950-es éveknek a május 1-i beszédeit, mint egy felelős vezetőnek a Magyarország gazdasági helyzetéről szóló beszámolóját. És ahogyan azt Burány Sándor képviselőtársam is elmondta, az is fontos persze, amit elmondott Matolcsi elnök úr, aki csak jegyzőkönyvnek is elezném 9 óra 40-kor a róla szóló napi rendet, amit évente egyszer kellene végüljön, elhagyta a házat. Matolcsi elnök úr persze sok mindenről beszélt, de hát nagyon sok mindenről nem beszélt. Ugye nem beszélt arról, hogy hogyan alakult az, ami ma már erről megemlékeztünk, hogyan alakult az, hogy végre sikerült az, hogy egy magyar európai intézményben európai bérek vannak. Ez csak a Magyar Nemzeti Bankra alkalmazható ma Magyarországon, itt aztán európai bérek vannak, 5 milliós fizetés, természetesen fizetik a külföldi utakat, oda néha vendégeket is lehet vinni, de legfőképpen egyébként, aki ez az embert szorosabb szálak is fűznek, ugye ő utazik a legtöbbször az elnök úrral, ezt a magyarok közpénzéből teszik. Itt európai bérek vannak. Pontosan a 2015-ös év tekintetében alelnök úr nem beszélni arról, azokról az alapítványokról, amiben önök kipumpáltak 260 milliárd forintnál is többet, és ugye a 2015-ös évben erről azért kell önöknek beszélni, mert ez egy küzdelmes év volt önöknek. Önöknek soha nem volt igazuk. Önök azt mondták, hogy ez a pénz, ami oda került, az elveszítette a közpénz jellegét. Aztán kiderült, hogy önök tévednek, nem veszítette el a közpénz jellegét, bírósági ítéletük van róla, hogy hibáztak, tévedtek, ostobaság volt, amit mondtak, ezért ki kellett adni az összes papírt. Majd ezt követően önök törvényt szerettek volna módosítani azért, hogy ezeknek az alapítványoknak a vagyonát tényleg lehessen titkosítani, tényleg veszítse el a közpénz jellegét, tényleg senki ne láthasson rá. Majd erre az Alkotmánybíróság mondta, hogy nem, önök tévednek, önök ezt rosszul tudják, ez közpénz, és az is marad, és ilyen jogszabályt ne fogadjon el a parlament, mert ez ellenkezik az alaptörvénynek a rendelkezéseivel, annak a szellemiségével. Egyébként szerintem a demokráciával is, mert nagyon sok minden, de szépen megindokolta ezt az Alkotmánybíróság. Önök ugyanebben az évben, akkor, amikor tudja, bevásároltak ezek az alapítványok, mert nem csak úgy akárhogyan beköltöztek ingatlanokba, palotákat vásároltak. Akkor, ha már oda kerültek, akkor gyorsan fel is újították őket, és erre nem kevés pénzt költöttek. Önök azt mondták, hogy ezeknek az alapítványoknak, minek utána nem közpénzzel gazdálkodnak, akkor nem kellett volna lefolytatni közbeszerzési eljárást. Tévedtek önök. Önök tévedtek, le kellett volna folytatni közbeszerzési eljárást, átláthatóan kellett volna ezeket a pénzeket egyébként az alapítvány, a Magyar Nemzeti Bank is még sok mindennek megfelelő célokra költeni, de önök ezt választották, és nem folytattak le közbeszerzési eljárásokat, ezt megállapította a közbeszerzési döntőbíróság, és önöket elmarasztalta. Erről nem beszélni a beszámolóban. Legalább azt mondom az önök szája íze szerint, hogy hát tanultunk ebből az időszakból, ahol az Alkotmánybíróság, a Kúria és a közbeszerzési döntőbíróság adott nekünk egy leckét, és mi azt megtanultuk, hogy hogyan kell a közpénzekkel transzparensen, átláthatóan gazdálkodni, ezt nem belátni, én úgy gondolom, hogy az nem hiba, az döjfösség. Az döjfösség, mert önök talán még mindig hiszik, hogy önöknek ezt meg lehet tenni, nem lehet önöknek megtenni, erről önöknek rengeteg papírjuk van. Hogyha ezeket a dolgokat egymás mellé állítjuk azt, hogy végre önöknél sikerült egy európai bérrendezési programot csinálni, és önök legalább már nagyon jó keresnek, a magyarok többsége nem, de önök már legalább nagyon jó keresnek, fényűző palotákban vannak, és egyébként rengeteg műkincset vásárolnak, akkor azt lehet mondani, hogy a Magyar Nemzeti Bank ténylegesen felzárkózott az európai nemzeti bankok közé. Igazuk van, hiszen fényűzés tekintetében tökéletesen elérték azt a szintet, amit nálunk sokkal gazdagabb országok megengedhetnek maguknak. Mi nem engedhetjük meg magunknak, ahol 4 millió ember a létminimum alatt él, addig egy urizáló elit palotákba jár dolgozni, palotákban tengeti ugye a mindennapjait, és természetesen
mindenki elviszi a szívéhez legközelebb álló kolléganőjét a legmesszebbi utazási pontokra is. Broker botrányokról beszélt az elnök úr. És igazából ez volt a beszédének az a része, ami a legjobban idézte az 50-es évek május 1-jét. Ha jól értettük, ugye elnök úr, tehát akkor hódító fenyegeti Magyarországot, akinek egyébként nagykövetsége is van Magyarországon. Én egy pillanatra az oroszokra gondoltam, de aztán azt mondta, hogy NATO tag, azt mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy NATO tag egyébként ez az ország, úgyhogy akkor valószínűleg ez a hódító, akkor a szövetségesünk, aki megpróbálta megdönteni a Magyar Jegybankot, a magyar kormányt, és ha jól emlékszem, hogy az elnök úr mondta, talán még a bankrendszert is megpróbálta megdönteni. Akkor alelnök úr, arra kérem önt, hogy ha már Matolcsy György nem szakította a szokásaival, és itt hagyott bennünket vitatkozni őróla, akkor ön szakítson a szokásaival, és vegyen részt a vitában, és mondja meg nekünk, hogy az a Tarsoly Csaba, aki az önök szeme láttára, az önök által is jóváhagyott kibocsátási tájékoztató alapján, mint egy 160 milliárd forinttal több fedezet nélküli kötvényt bocsátott ki az ő Questor nevű cégében, az a Tarsoly Csaba, aki ezer szállal kötődik a kormányzó pártokhoz, a Fideszhez, az a Tarsoly Csaba melyik külföldi nagykövetség nevében ármánykodott a Magyar Köztársaság pénzügyi stabilitása ellen? Tessék, legyen szíves erre válaszolni. Tarsoly Csaba melyik külföldi országnak az ügynöke? Kinek dolgozik ő? Arról is beszélt elnök úr, hogy önök leleplezték ezt a 15 éves csalást. Alelnök úr, mit lepleztek le önök? Nem lepleztek le önök semmit. Most vagy külföldiek ármánykodtak azzal a Tarsoly Csabával, aki ezer szállal magukhoz köthető, vagy külső segítséggel szerették volna a Tarsoly Csabát, mint külföldi ügynököt önök pozícióban tartani az elmúlt 15 évben, vagy az történt, ami nagy valószínűség szerint a valósághoz sokkal közelebb áll, önök nem lepleztek le semmit. Ez magukra rádőlt. Azt mondani pontosan egy nappal a DRB botrány kirobbanásának második évfordulója előtt, hogy önök azt leleplezték, hát ha valakit meglepődött, azok önök voltak. Ők nem lepleztek le az ég egyet a világon semmit. Ha lett volna bármilyen olyan metodika, ami alapján le lehetett volna ezt leplezni, meg lehetett volna előzni, akkor önöknek azt használni kellett volna. Alelnök úr, ha már az elnöke, Matolcsy elnök úr ebben a tévedésben van, legalább önne legyen. Az önök feladata nem az, hogy leleplezzék ezeket. Az önök feladata az, hogy megelőzzék. Önök nem egy térfigyelő kamera. Önök nem rögzítik a bűncselekményt, hanem megelőzik. Akkor kérdezzük azt is meg, és akkor kérem szépen erre válaszoljon, hogy a Magyar Nemzeti Bankban 2010 óta hányszor szerepelt az ellenőrzési tervekben, hányszor szerepelt a DRB, hányszor szerepelt a Budakesh, hányszor szerepelt a Questor? Hányszor? Elmentek-e oda? Ellenőriztek-e, mit találtak, rendben találták-e? Annyit tudunk, hogy 2014. október 15-én Vindis László, alelnök, még aláírja, hogy kibocsáthat a Questor kötvényeket. Egy adminisztratív aktus van, tehát tudják, látják. Milyen metodikát követtek, amikor éppen akkor kint volt a célellenőrzés a Questornál, és két hónappal később meg összedől 220 milliárd forintnyi kárt hagyva maga mögött, ami nem az állampénze volt, kis embereknek a megtakarítása volt, és önök semmit nem tesznek annak érdekében, hogy ezek az emberek visszakaphassák a pénzüket, de ami ennél is sokkal súlyosabb, önök semmit nem tettek annak érdekében, hogy ezeknek a kis embereknek a befektetése ne tűnjön el. Ha csak nem önök voltak azok, akiknek a szeme láttára ez történt, és lehet, hogy úgy gondolták, hogy ez így jól van. Alelnök úr, van egy lista. Azon több mint 330 név szerepel. Vannak köztük állami cégek, vannak köztük magánszemélyek, akik március 9-én és 10-én
kivették a pénzüket a Questorból. Akkor, amikor itt már ülésezett a gazdasági bizottság, amikor itt már Vindis László kerek szemekkel, és még a hangja is szürke volt, úgy adta elő, hogy mekkora botrány van. Itt ülésezik a bizottság, a gazdasági bizottság, 9-én a DRV és a Budakes ügyében, 10-én a Questor ügyében, akkor önök még mindig hagyják azt, hogy több mint 330 cég és magánember megszabadítsa a Questort az utolsó 6,5 milliárd forintjáról. Tudtak erről önök? Az önök szeme láttára történt? Kinek készült az a lista? Ki készítette a listát? Önöknek készült? Mert igazából tudja, alelnök úr, a legnagyobb probléma, nem tudom, hogy mikor van akkor-e, ha önök erről tudtak, vagy ha nem. Mert hogyha önöknek készült ez a lista, akkor önök ugye azt simán végignézték, hogy hogyan pakolják ki a kisemberek pénzét, a kisbefektetők pénzét, hogyan pakolják ki bizonyos kedvezményezettek, kiválasztottak a Questornak a legtöbb irodájából. Az utolsó 6,5 milliárd forintját. Ezt akkor önök végignézték. Akkor önök másban voltak érdekeltek, nem abban, hogy ez a cég állva maradjon. Vindis László elmondja, hogy március 9-én már kint vannak az önök emberei a Questorban. Hát még ott is voltak, elnök úr, vagy alelnök úr. Még ott is voltak, és így is ki lehetett onnan venni, még március 10-én is, amikor már zároltak. Még akkor is ki lehetett venni pénzt. Ennél egy nagyobb baj van, hogyha önök erről tudtak, annál egy nagyobb baj van, hogyha erről nem a Magyar Nemzeti Bank tudott először. Itt a gazdasági bizottság már ülésezik. A megoldást keresi a bizottság, hallgatja a Magyar Nemzeti Bank alelnökét, aki, ha úgy tetszik, részletes tényfeltáró nyilatkozatokat tesz. Elmondja, hogy mit tesznek ebben az ügyben, és mindeközben önök esetleg nem tudtak arról, hogy éppen kisemmiznek 32 ezer kisembert. És hogyha még mellé tesszük azt, hogy bárhol is legyen ennek az ügynek a genezise, legyen ennek ott, amit most itt elmondott a május 1-i beszédében az elnök úr, hogy külföldi ügynökök űrgebőrbe varva aranyrudakat felejtettek a Duna alatt, és így az ügynököket ki tudták fizetni. Majd várom a választ, hogy tartson, hogy melyik országnak dolgozott. Annyit akkor gondoljunk ebből végig, hogy akkor viszont miért nem segítenek abban önök is, saját maguk által létrehozott felszámoló, a PSFM, amelyiknek az egyetlen tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank, hogy a Questor vagyont, azt vonják be a felszámolásba. Önök azt végignézik, hogy a Questor károsultjai eddig egy fillért nem kaptak a Questor vagyonból. Egyetlen egy fillért se. Végignézik, ahogyan a Questornak a vagyonát, ami nem kevés, 100 milliárdot érő budapesti Telek, ahova önök olimpiát próbálnak tervezni, nem kevés, az végignézik, ahogyan egyik cégből a másikba tologatják. Ezt az önök egyszem felszámolója, aminek önök az egyszem tulajdonosai, azok végignézik, és nem vonják be a vagyont abba a kártalanításba, amiben én úgy gondolom, hogy mindenkinek joga lenne ahhoz, hogy visszakapja a jogos jussát. Kinek tartogatják ezt a pénzt, alelnök úr? Én úgy gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amelyek a 2015-ös évet olyan küzdelmessé tették, az, hogy önök számára, azért én nem izgulok, önök jól meg vannak fizetve, hanem azok számára is, akik elveszítették a pénzüket azért, mert önök nem figyeltek. Azok számára is, akik önöktől várták a megoldást, de önöktől hiába várták a megoldást, mert még egyszer mondom, alelnök úr, és talán a jövőre nézve lehet ez egyfajta tanulság. Önök nem azért vannak, hogy leleplezzék, önök azért vannak, hogy megelőzzék ezeket a cselekményeket. Ahhoz, hogy leleplezzék, meg kinyomozzák, meg elítéljenek embereket, azért arra ott van a rendőrség, az ügyészség, meg a bíróság. Önöknek az a feladata, hogy kiállítsanak egy olyan ellenőrzési rendszert, kiállítsanak egy olyan metodikát, kiállítsanak olyan, kiképezzenek olyan embereket, akik képesek ezeket a dolgokat nem lefülelni, hanem megelőzni,
hogy az emberek pénze biztonságban lehessen. Ma önök miatt nincsen a magyar emberek pénze biztonságban. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.